Bár a koronavírus járvány kihívások elé állította az egész közművelődési szakmát, a nyári szabadabb légkör nyújtotta lehetőségek, mégiscsak azt teremtették meg, hogy érdekes programok kerüljenek a közönség elé. Így foglalta össze az elmúlt év történéseit egy művelődési házigazgató szemével Cink Judith az intézmény zárvatartási idejében is mindent megtettünk azért, hogy elérjük a látogatóinkat, a helyi közösséget, illetve a tágak közösséget is. Ha azt arra visszagondolok, hogy az oltásban milyen nagy szerepet játszottak a kollégák az oltás szervezésben, azt gondolom, hogy ez nem egy elhanyagolható dolog. Amikor pedig már megnyitotta az intézmény a kapuit, legyen az a művedési központ, a gönyvtár, vagy a galéria, vagy a helytörténeti gyűjteményt, akkor pedig már tény azt kell, hogy mondjam, pótlandó, a kimaradt rendezvényeket, programokat talán 120%-on próbáltunk működni. A szabadtéri rendezvények segítettek abban, hogy ma pozitívan értékelhessük a mögöttünk álló esztendőt, mondta Cink Judit. Elég csak a születi napokra, vagy a hagyományos pörkölt főzőre gondolni. Az emberek bátrabban jöttek szabadtéri rendezvényekre, nagyon sokat segített ebben a nyár, amikor, amikor, azért valóban oldottabban tudtuk ezeket a programokat megcsinálni. Bejött az az elgondolásunk, ami a zárás idején megfordult a fejünkben, hogy vajon a nyitáskor inkább távol maradnak az emberek, vagy annyira kiéheznek már a közös találkozásokra, ezekre az alkalmakra, hogy hogy nagy számban jönnek majd, és örülnek, hogy újra jöhetnek. Szerencsére ez utóbbi gondolatunk igazolódott be, így aztán azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanazt a látogatószámot tudtuk produkálni, mint az elmúlt években. Talán még azt is kell mondjam, hogy még egy kicsit plusz lelki töltettel, hiszen, hiszen azért mindenkit nagyon megviselt a bezártság időszaka, illetve hát ez a, ez a mögöttünk álló. Meg még sajnos azért még előttünk is álló pandémiás időszak, és bizony a közösségi találkozásoknak kiemelkedő szerepele. A pandémiás helyzet új utakat nyitott a szakma számára, és bár alapvetően személyes találkozásokra, a társas együttlétre helyeződik a közművelődés figyelme, a bezártság miatt olyan formák bonosodtak meg, melyeknek a jövőben is jelentős szerepük lehet. Egy közösségi intézmény, egy arra létrejött intézmény, ami a közösségeknek adott hont, annak a bezárása tulajdonképpen majd, hogy nem okafogyottá teszi annak a létezését. Ezért ragadtuk meg mindazokat a lehetőségeket, amelyeket az online terület adott számunkra. Mindig azt mondjuk, hogy, hogy a mi fontos szerepünk az, hogy egy kicsit a, a világhálótól, elvonzuk az embereket, de természetesen minden lehetőséget kihasználtunk, amikor viszont a világháló elé kényszerítette a, a pandémia, mondhatni tényleg az egész világot, akkor pedig kimondottan a helyi közösségre célzott tartalmakkal, játékokkal, programokkal találtuk meg az itt élőket, és Ezeket be fogjuk építeni a jövőbe is, a terveinkbe, természetesen ö, kisebb mértékben, mert hogy a a közösségi találkozásoké a főszerep, de nagyon sok olyan jó gyakorlatot sikerült összegyűjtenünk, bevezetnünk, amit azt gondolom, hogy a jövőben is fogunk tudni hasznosítani. A 2022-es év tervezésénél egyrészt építettünk a hagyományokra, másrészt pedig igyekszünk az innovációt is előtérbe helyezni. Megrendezésre kerülnek azok a nagy hagyományokkal, sőt évtizedes hagyományokkal bíró nagy rendezvényeink, amelyek már megszokottak az itt élők körében, de próbáltunk olyan újításokkal is jelentkezni, amik pedig azt gondolom, hogy egy kicsit újszerűek lesznek hogy egy konkrét példát említsek, hiszen nagyon hosszú lenne felsorolni azt, hogy mi vár ránk a 2022-es évben, és erről természetesen tájékoztatjuk mindig a látogatókat, de hogy mégis kiemeljek valamit. A nyári hónapokban, kimondott a júliusban a Művelődési Központ és a Könyvtár közötti udvart is közösségi térként fogjuk használni, és jazz hétvégéken várjuk majd a látogatókat, hiszen nagyon fontos az, hogy egy ilyen intézmény ízlést is formál, és mindenki számára legyen az mondjuk egy réteg kultúra számára is adjon lehetőséget arra, hogy helyben is élvezhessék ezeket a produkciókat. Tehát mi várjuk azokat a látogatókat, akik megszokták már ezeket a hagyományos programokat, várunk új látogatókat is, akiket reményeink szerint majd ezek. Csábítanak be az intézménybe, illetve a szabadtéri rendezvényeinkre. Mi úgy készülünk, hogy egy teljes egész tartalmas kulturális programokban gazdag évet fogunk tudni kínálni a látogatóknak.